Rudas Aranka elmondta, 25 éves bérleti szerződést kötött a Petőfi Bányai önkormányzattal. A tervek szerint a munkálatok a jövő hónapban kezdődnek meg. A telepre a 60-i és a környékbeli kutyákat viszik majd. A beruházás a Líder pályázaton nyert 20 millió forintos pályázati pénzből indulhat meg. Arra elég, hogy elkezdjük a munkát, de távolról sem elég ahhoz, hogy be is fejezzük, illetve hogy mindazt az álmot, amit én ide elképzeltem, megvalósítsak. Körülbelül 50-60 millió forint kellene ahhoz, hogy megépüljön egy korszerű gyepmesteri telep, mellette egy állatmenhely. Tervezünk egy kis állatsimogatót, ami egy oktatási központ szerűen működne az állatsimogató mellett, ahol a fiatalokat, óvodásokat, iskolásokat próbálnánk arra oktatni, hogy hogyan kell a kisállatokkal bánni, mi a korszerű állatvédelem lényege. Az egykori kismerence köré tervezik az állatsimogatót és az oktatási központot, valamint a főépületet is. A nagymedence pedig pillanatnyilag úgy van megtervezve, hogy ott lesz egy kutyafuttató, ahol az állatokat megmozgatjuk. Valamilyen szinten fel fogjuk tölteni földdel, fákat, bokrokat képzelek el a medencébe, és oda visszük le megmozgatni azokat az állatokat, akik mozgásigényesebbek, vagy túl sok időt töltöttek már a menhelyen. A munkálatok a főépület megépítésével és a terület körbekerítésével kezdődnek majd, a beruházás befejezésére 5 év áll rendelkezésre. A tervek szerint kezdetben 120 kutya befogadására lesz alkalmas a létesítmény. Rudas Aranka kiemelte, szerencsésnek érzi magát, mert példaértékű az együttműködés a 60-i önkormányzattal, hiszen mindig közös nevezőre jutnak. Elárulta, van olyan település, ahol folytogatták az állatvédőt.